Behajtani tilos tábla Pécsi Vince utcában. Az útburkolat felújításának a második ütemét kezdték el itt, teljesen lezárás mellett hétfőn. Újabb szakaszában érkeztek a munkálatok a Vince utcában, hétfőtől, azaz a mai naptól, a felújítás mielőbbi befejezése érdekében. Az utca északi szakaszán is megkezdődtek a munkák. A Vince utcát a 32-es számtól egészen a táblákkal jelölt szakaszig is lezárták a forgalom elől. Az utca teljes lezárása várhatóan 3 hétig tart, majd ennyi idő alatt végeznek a szakemberek a déli szakasszal, melyet utána át is adnak a forgalomnak. Ettől függetlenül az utcában lakóknak haza kell jutniuk, de a járműveikkel nem hajthatnak be ide. Ezért a város a közelben biztosít az autóiknak parkolási lehetőséget, mondja a szóvivő. A következő hetekben a Biocom Nonprofit Kft. A lezárt szakaszon lakók számára dedikált parkolóhelyeket biztosít a környéken. A város üzemeltetési cég 25 darab személygépkocsi erejéig parkolási lehetőséget vásárolt a Király utca 65 szám alatti magánparkolóban. A parkolóhelyet a 2-es számú korlátozott várakozási övezetre kiállított engedély felmutatásával vehetik igénybe az arra jogosultak. A lezárás teljes időszakában hétköznap 18 óra és másnap reggel 7 óra között, hétvégén pedig folyamatosan megengedett a várakozás az Ágota utca déli oldalán a Kálvária utca és a Vince utca közötti szakaszon. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara parkolójában július 29-től augusztus 20-áig 10 parkolóhely lesz biztosított, naponta 14 óra és másnap reggel 8 óra között. A Tetje utcában a kávézó mellett 5 parkolóhely kerül kijelölésre, a Bők János utcában 19 parkolóhely kerül kijelölésre. A Vince utcában az északi munkaterület és a Cserző köz között továbbra is lehet lesz parkolni a szabad helyek függvényében. Mint ismert, még az NKF idején 2010-ben került új burkolat az utcába. Azonban ez később nem tűnt jó megoldásnak, az esőzések, villámárvizek kikezdték a felületet. Most az út átépítését egészen az alapokig készíteti el a város.